Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és az Y Lensből jelentkezek ismét, ahol is éhezem egy hangyányit, de már mindjárt orvosoljuk is a dolgokat. Eszünk még egyet, hogy ne legyünk olyan hamar éhesek. Lassan el kell kezdenem megint szedni össze ilyen göncöket, mert ki fogunk fogyni a kajából. Szögünk van még? Ja, még van szögünk, jó. Másunk sincs. Szögünk az van. Hol tettem a kardomat? Mi az ott van, csak nem használom most, oké. Egyébként ez nálam lehetne, kalapács annyira nem fontos. Az a kísérleteztem ugye, ki tudom szedni a dolgokat. Jó lett, ez a latrinás rész is kimondottan jó lett. És ott hagytam abba, hogy bénáztam ezzel, nem tudom miért nem tudom berakni ide az elemeket, de aggasztó egyébként, és nem úgy néz ki, ha most be lehetne rakni. Mindegy, gyártottam egy csomó egyéb elemet, lehet, hogy ahhoz majd tudom illeszteni. Legalábbis bizakodjunk. Azt mondja, hatos, ugye ilyeneket kell majd ide bepattintanom ide hátra, úgyhogy azzal fogok most tevékenykedni. Azt mondja, hogy elforgatjuk így, meg így, és oda be is lehet rakni. Oké. Meg oda is. Ja, ez pont így jó. Menő. Egyet oda. Hű, ezt nem látom, az a baj, ez gáz egyébként. Na így viszont látom, az oda jó, szuper. Oda is ilyen való? Ja, így lett egyenes. És így végig is raktam, tán. Ja, végig raktam, szuper, jó. Jó. Hát igen, itt ide rakhatnák ilyen telikockákat is akár. De a piciből is van sok. Na most viszont megnézzük, hogy be tudom-e rakni ide a hatosokat. Most már van mihez illeszteni. És már nem lehet egy szava se. Még nem ezt, hanem a hetest. Azt hiszem a hetes, nem? Engedte. Oké. Nem tudom, mi volt a baja. De most már nem áll fönn ez a probléma. Ugyanezt megcsináljuk ott is, és akkor legalább ez a része rendben lesz a dolognak. A dolognak ez a része okés lesz. Na, itt akkor lesz egy gardrop szekrényem, azt már látom. Ezt le lehetne fogni... olcsóbb anyaggal is, mint ez a háromszög, mert ebből sok kell. Hát olyan sok végül is nem. Végülis mindegy, jó lesz ez így. Erre felugrunk, és akkor itt megpróbálom ezt is megcsinálni oldalról. Nem nagyon látni egyébként. Szerintem ilyen a hátulról kéne, vagy nem tudom. Na, de melyik is ez? A hatos? Az, ja. Így. Ennyi volt. Még kell még egy. Még egy kell a fönti részre, és akkor lesz korrekt az egész. Ott lehet egy kincses ládát is be lehetne rakni abba a helységbe. A budiba nem annyira indokolt a kincses láda. Ide egy lámpást kell majd raknom, hogy valamit, hogy lássak. De oda majd lehet rakni ilyesmit. De a falakra is lehet szépen azért szekrényeket rakni. Főleg ide, úgyhogy itt mindenképpen... Szerintem itt megszüntetem az ablakot, itt nem lesz ablak, mert ide kell raknom majd a fali kacatokat.
És ott ablaknak nem sok helye lesz így nézve. Ja. Jó. Oké, még egy sor ilyen. Ah, kell mennem izért fire, nincs fám. Hatalmas lett ez a hajó egyébként, meg iszonyat mennyiségű fa van benne. Nem kevés. Mit sikerült csinálnom? Beszállni a hajóba. Oké, hát ez se rossz dolog. Egy és kettő. Indig van fánk szerencsére. Lassan majd ültetek is valahova. Ilyet. Hogy legyen utánpótlásunk is, mert azért eszi a hajó a fát. Rengeteg anyag van benne. De hát egy úszóváros lesz belőle azért. Akárhogy is nézzük, itt mindenem el fog férni. Először megcsinálom a kis manufaktúrát, aztán utána fogok csak dizájnolni, és hát próbálom a dizájnt azt itt a fönti részbe, a lakrészt itt kialakítani. A hasznos tér az meg az alsó nagy rész lesz, meg az első front rész, ott lesznek az ilyen hasznosabb holmik elszállásolva. Az a nagy tervem. Na, akkor kraftolgassunk wood. Ezben nézem az OBS-t is, hogy lesz hangunk is, lesz jó, van, minden lesz. És megint meg kell keresnem ezt a furcsa elemet. Amit nem egyszerű megtalálni egyébként. Valami ilyesmi, kétszer-egyszer kell, most lehet, hogy egyből megtaláltam, ez az nagyszerű. Azt mondja, hogy akkor ebből kéne, nem tudom hányasával adja be, de csinálunk egy párat. Elfogyott a fűrészem, nagyszerű. Egyre rosszabb ez a fűrész egyébként. Abban van 40. Ebből 12, lehet, hogy ez az. Nézzük csak meg, 6-os. Ez az. Hogy ide, ja, ide, azon gondolkodtam, hogy jutottam ide földön, most már eszembe jutott. De föl kell buggolni, így van. És el kell buggolnom oda a végébe. Elbuggoljak a végébe? Mégis elbuggolhatunk a végébe. Á, nem, inkább erről, innen kezdjük, aztán 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot kell ide leraknom. Így. Szerintem végeztem. Így van, eljutottunk idáig. Nagyszerű, mehetnek be a kis furcsa elemeim, amiket nem tudtam lerakni, ezek a hetesek. Nem sikerült, így. Föl. 1, 2, 3, 4. Jó, most már szimmetrikus a kóceráj, jól van, ennek örülünk. Ezt úgy, ahogy van, leburkoljuk, mert itt kell a beltér. És itt oldalt lesz majd ablak még ezeken a részeken, valahol, nem tudom hol. Azt majd kieszeljük, de ezt leburkolom már most, azt mondja 8-as. És megy be a fa, ide egy, meg még egy, oké. Okay. Nekem ide nem kell semmi, mert ezek a teli falak, amiket be tudok jól rendezni, meg hát esetleg még itt tudok majd szöszmötölni ilyen butorokkal, bár nem tudom mennyire. Nem tudom mennyire, majd ez is kialakul szépen, fokozatosan. No, azt mondja, 8-asból ide is be kellene állítanom egyet a csatasorba. Az pont olyan magas, nagyszerű, hát ide mindenképpen nem tudom, elmegyünk, megnézzük ezt a távolról. Csak ne jöjjön cápa, az a lényeg, és akkor boldog leszek. Kiúszok a partra, aztán megnézzük távolról, hogy hogyan van szimmetrikusan a hátsó része. Nem látok semmit innen, te. Túl messze vagyok. Ó, te jó ég. Azt mondja, ott van 1, 2, hát... Ahol vége van, attól még, hát ezt fújhatom. Ez a mondják időben, ködben nem látszik semmi. Talán innen szemből, innen lentről még azért jobban látni fogom. Talán. Aha, jobban. Azt mondja, 1, 2, 3, és utána kezdődhet az ablak, hogyha szimmetrikusan akarok eljárni. Ja, így. Akkor 3-at lerakunk,
Az azt jelenti, hogy... Kezdjük akkor ezzel. Egy, kettő, három és ablak. Akkor ide kellene egy ablakot csinálni, így. Így. Jó, nekem ez így adja. Nem lesz ezzel gond. Egy. Oda belőle kell mindenképpen raknom. Így. Nagyszerű. Ja, ott vég kéne mennem még egy a peremen mindenképpen, tehát ott vég kell mennem, mert úgy jön ki majd a dolog. Esik ez a nyomvadt eső. Jó, akkor ezt megcsinálom. Hát ide ilyet kell rakni, mert nem tudok mást. Oda is berakok egy ilyen lapos anyagot. Oké. Okay. Ezt kitöltjük ilyen. Hát ezzel, de ebből összesen van 6 darab. Ez azt jelenti, hogy ide 4-et elpazarolok. Ez nem is az. 7-es. Ez az. Abban van bőven jó. Akkor legyen ez. 1. 2, 3, 4. Dettó. 1. 2, 3, 4. Jó, meg akkor az ablakot is megcsináljuk. 1, meg föléje. 2. Itt is. 1 és föléje. Úgy. Nagyszerű. Nagyszerű. Jó, ez így. Szuper. A ezekre még kell egy egyeseket dobnom, de föl kéne vagy mennem. Ja, itt föl tudok. Oké. Okay. Jó, és meg kell keresnem a kis egyes háromszögeimet, mert azokat kell most ide dobálnom erre a részre. Biztos van még, talán ebből 40. Meglátjuk. Ah, ez az, ez az, ez lesz az. Ja. 6. Nem sok az oda? Nem ám, az oda pont jó. Mehetek a másik oldalra is elhelyezni ezeket. Utána meg a kis egyeskéimet is. De az jó, áll, csak mászkálok itt az én gerendákon. Azt mondja, hogy R ez az. 1. Kisütött a nap, szuper. 2, 3, 4, 5 és 6. Nagyszerű. Hát megcsináljuk ezt is. Ehhez meg a háromszögkel abból is sok van, elvileg. Nullás, ez az. Kell hozzá mennyi is van, csak számoljuk ki. Itt jól látni. 1, 2, 3, 4, 5. 5-öt kell rádobálnom ezekre. Egy, kettő, három, négy, öt. Így ugye? Ja, ott is. Dettó azt mondja, hogy egy, kettő, három, négy, öt. Jó, és a túloldalon szint úgy. Ne esd bele, kérlek. Oké. Okay. Várjál, becélzom a cuccot. Lehet így is. Egy. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyszerű, az is megvan. Oda azt ott lezárjuk, az biztos. Sőt, oda fölmászok, és akkor befejezem a kis egyes kockákkal is, de gyorsan eszünk egy kis roasted fruitot, hogy nehogy valami bajunk legyen. Ott belül még lehet, hogy majd lekanyarítom a budinál a dolgokat. A többinél nem annyira érdekes, csak annál az énél a mellékhelyiségnél. Jó, kicsit ugrani kell néha, nem indul a karakter, ez ilyen furi bug. Na, 9-es kockák elhelyezése. 1, 2, 3 kocka,
4, 5, 6, jó, oda is kellett végül is, igen. Vagy ide nem, ide nem. Oda nem, oké, okay, nem rakunk akkor. No para, itt viszont kell majd egy kettes. Oda, oda kell a túloldalra, ja. Ha ránézek így keményen, 1, 2, 3, 4, 5. Jó, mindenhova raktam. Hát ezek ilyen furán néznek ki, mert nem tudom jól helyezni, de mindegy. A cél szentesíti az eszközt. Itt rakunk egy ilyet, oda meg egy 8-ast. Egy. Jó, és akkor azért ezt megoldjuk. Itt a szinteltolódást. 8 darab van, az nem sok. Két, há, négy, öt. Use latrine. Ezt ki tudok nézni az ablakon. Hát ez teljesen tök jó. Ez is van, mellékhelyiség is van a hajón, óriási, nem tudom, ennek van-e értelme, de én beraktam mindenképpen, mert nagyon adta magát ez a dolog. Ó, várjál csak, azt a felsőt, ezt le kéne szednem, ha még engedi. Jó, igen, azt mindenképp le kellett szednem, így van. Hú, ez jó, hogy leszedtem. Na és akkor a piciből még kéne csinálnom gyorsan, mert abból kell. Az ez, nem? Nem, kétszer-kétszer egy, és ez az. Nem, ez se az. Ez se az, ez... nem. Olyan, hogy ilyen kis pici, és mégis sokat lehet belőle, olyat kell keresnem. Ez se az, ez se az, ez se az. Egyszer-egyszer-kettő, ez is elfogyott. Oké, ebből csináltam egy csomót, majdnem kraftált nyomtam, azt nem szabad. Pici háromszög ez az. Legyen belőle sok, főleg sok. Azt mondja nullás. Oda meg nem rakunk, ja. Mert oda beférünk, nem? Ben vagyunk itt. Bennám, simán ben vagyunk. Ott lehet, hogy valami más lesz. Jó ez így. Jó, ott lesz az ablakunk, meg ott is lesz egy ablakunk. Nagyon jó ez a hajó így. Itt a hajó gyomra az egyik, a másik gyomra meg itt van. Oda meg valamit berakunk. Nem tudom, hogy azt a részt ott leburkoljam éj-e. Majdnem le is lehetne akár. Szerintem ide is ilyen ládikókat fog berakni. Hát igazából le lehetne burkolni. Vannak gerendáim még, vagy elfogytak? Lehet, hogy azok elfogytak, azt kéne csinálni. Ilyenből egy csomót. Ja, egy ilyen fűrész rongálódásig gondoltam úgyis. Ja, és akkor ebből most van 15 darab, ezt már tudom hasznosítani, azt mondja, hogy 8-as. Röbötű. Aztán, hát leburkolom én, de nem tervezek semmi extrát, úgyhogy oda rakunk ilyet, meg 6-ost. Illetve nem 6-ost, vagy csak 30 darab ilyenem van. Talán ez az, nem? Uh-huh. Most kérdés, hogy oda mit szeretnék. Oda kimegyek gyorsan, megnézzük, mit szeretnék oda. Ott lehet egyenese, vagy sem. Ott a felső része a hajócskámnak. Ezt lehet így fedni egy ilyennel, elvileg. Egyelőre igen, ennyit csinálok, és akkor azt majd valahogy megoldjuk a felső részt. Jó. Hát ilyen. Ebben a kis kuszlikban valamit rakunk. Egyébként ott is lehetett volna simán a latrina. Oda is befér egy ajtó, és akkor
Ja, oda már nem fér be egy ajtó, egy teljes ajtó. Oda már nem fér be egy teljes ajtó. És úgy meg furán néznek, hogyha úgy oldanám meg. Ha csak nem ilyen western ajtósra csinálnám meg. Csak itt a szétverhetnénk a latrinát, és itt lehetne egy hatalmas gardom. Nem, egyelőre nem. Ezt még majd később át tudom rendezni, hogyha a birtokomba lesz az az eszköz, amivel könnyebben tudok így barkácsolni. És csináljuk meg ennek a tetejét, hogyha idő engedi, még engedi gondolkodni rajta legalábbis. Még engedi az időnk azt a részt, jó. Hát, hátul nem tudom, ott mindenképpen tovább megyünk ezzel a korlát dologgal. Ja, ott tovább kell menjek a korláttal, nincs mit tenni. Mert Shreya nem tudom megoldani ezt a kerítést, sehogy sem, úgyhogy ott ilyen izé lesz mindenképp ezzel a cuccal megyünk. Ha csak nem ilyen félig, meddig. Ha, még azzal lehetne valamit operálni, trükközni, hogy ilyen kis réseket hagyni közte. Na mindegy, ezt kitalálom mindjárt. Viszont itt a lépcsőt egy kicsit elszúrtam, azt hiszem, ezzel a dizájnnal, amit ide, amin állok most, mert emiatt nem fogom tudni megcsinálni normálisan. Ha csak hármasával nem lehet osztani, mindjárt megnézzük. Ott, oda pont egy hármas fér be, de nagyszerű lenne, ha lehetne, mindjárt megnézzük. Azt mondja 4, nézzük így, 8, 12, 13 van. 13. 9, 12, 1 marad. 1 marad, hogyha azt ott úgy csinálom meg. Melyik középre tudom beadni azt az egyet. Hát nem egyszerű a dolog, mert nem tudom, hogy csinálom azt itt most meg. Mert 4-esből 3-at lehetne lerakni 13-nál, és maradna 1. Az egyik oldalon valahova be kell csempésznem egy farönköt. Megpróbáljam szétverni ezt. Ez 13, meg 4 az 17. 20. Ó, 20-szal kijönne. Hát, ezt lehet, hogy szét kell verjem. Megpróbáljuk szétverni, okosan, ügyesen. Itt nem találja. Itt se. Itt se. Ó, hogy fogom azt szétverni? Te jó ég. Nagyon nagyok lesznek a károk. Ha ugrok egyet és úgy ütök, akkor mi történik? Ajajaj. Az egészet üti. Ki fogom ütni magam alól a lépcsőt is. Hát mindegy, akkor így járunk. Oké, nyugalom, 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 nyugalom. Kalapáccsal meg lehet javítani, hogyha esetleg valamit nagyon megütögettem, nézzük meg. Pont megéheztem, amikor beraktam az ét, mi? Using active zone. Jó, mindegy, nem érdekes egyébként. Egyébként nem érdekes, ez nagyon csúnyán néz neki, hogyha ott befejezném a létprát, és csak úgy fölérne a emberkém a izéra. És akkor nem lenne ott semmi extra ilyen furcsa elem. Az a kérdés jó, mi? Nem, lépcsőzünk. Biztos van annyi még. Van hát. Azt mondja, legyen akkor úgy, hogy nullás. És akkor ide bepattintjuk egyet. Meg kettő, így jó. Ez így jó.
azzal nem foglalkozunk, majd később megjavítjuk, és akkor most lehet csinálni a 4-es födémeket, amihez plank kell, nem? Mindjárt nézzük, wood. Wood, 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 és ebből a legnagyobb az ilyen, az 23, 8, 5 kell egyhez. Nézzük csak meg. Azt mondja, 1, 2, de 10-et mindenképp kell csinálnom, az azt jelenti, hogy 80 deszkának kéne lennie, amiben 23 van. Akkor először 80 deszkát össze kell hozni. 23. Hát 20-at csinálunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Jó, így már biztos megvan. Ebben nincs hiba. Úgyhogy lehet kraftolni a woodizéket, mik ezeket, ezt. 12, mehet kraftolba szerintem, és eszünk valamit. Kalapács helyére berakjuk, hamizunk, és megpróbáljuk berakni a födémeket. 12 darabom van, azzal elleszek egy darabig. Elforgatjuk, hogy jobban nézzen ki, és elkezdjük innen. Nem lehet föl, így. Pont kijött. Hát igen, ezt így számoltam ki, mondjuk nem annyira meglepő a dolog egyébként. Kettő, három, négy, öt. Ez is nagyon pöpec. Itt is elkezdem, aztán meglátjuk, hogy jön ki a dolog. Lassan frankon fedett lesz ez is. Na, akkor kezdjük inkább innen, az a jobb. Kettő, elfogyott. Na, azt mondja, ide kell 8-as. 1. 2, pont befér, nagyszerű. Akkor a 7-essel meg kipótoljuk ezt a részt. Szó szerint részt. Szerintem ezt a részt is ki kell pótoljuk, így, meg ezt is ott. Nagyszerű. Ott is négyesek vannak. Jó, akkor négyesből kell egy, ide kettő, akkor három, 4. Lehet, hogy 5. Olyan 7 darab kell még. Ha tudok csinálni, nem tudom. 7 darab kell, csak ahhoz kell még plank is, szerintem. 8-7 az 56 darab. Ennyi. Meg kell akkor abból 7. 8-at tudok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahol kezd sötétedni már megint idekint. Ezeket még fölpakoljuk. Azt mondja nullás. Ez kell nekem. Egyszer megcseréljük így. Epsilon puty. Ez nem sikerült. Fölvesszük. Azt mondja nullás. Ja, ez jól is van valamilyen rejtésoknál fogva. Nem kell forgatnom se, szuper. Oké, oda is egy. Ja, pont. És akkor még ide kéne valahogy bepattintanom. Kettő befér talán. Ja, vagy, hát mindegy, ezt jobban nem tudom, hogy csinál úgyse, azzal se, úgyhogy Y, 1,
Nagyon jó, és akkor ott meg kipótoljuk fával, ami úgy fog kinézni, hogy egy 7-es. F. Egyet oda, egyet oda. Meg két kis egyeske. Az egyik oda, a másik meg oda. Ez az, és tető alatt van a kecó. Jó, milyen jó kis izé lesz. Kicsit a belmagassága nem olyan magas, de kicsire nem adunk, ez teljesen jó. Így hajó távlatban. Na, oda viszont rakunk olyan nagyon kicsi háromszöget, mondjuk ezt, meg még talán ilyet is tudok. Mondjuk ebből. Megnézzük a négyest, hogyha engedi, nem a hatost. Ja, ezt nem rakhatom oda, csak a nullást. Jó, akkor nullást rakunk oda, no problem. Így és így. Egy. Oké. Ide lehet viszont, hogy engedi már a hatost. Beforgatjuk oda ügyesen. Így egyet, meg úgy egyet oda. Így. Na, ez nem néz ki így rosszul szerintem. Jó. Oké. Eszek egy kis rost, egy gyümölcsöt, és elköszönök tőletek, mert úgyis elég hosszú lett már ez az epizód. Meg alszunk egy jót. Ledőlünk és sleep. És a reggelinél fogok elbúcsúzni, akkor úgy lesz a... Megnézzük messziről is a hajót, megint, ahogy szoktuk, bár most rohadt monyák idő van, úgyhogy nem biztos, hogy annyira érdemes, de azért megkíséreljük, hogyha jól laktunk, és jól is laktunk. Akkor megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, jövök vissza hamarosan, vagy a tetejét, lehet, hogy a tetejével foglalkozom egy kicsit a korláttal, meg egyebekkel, vagy elkezdem az elejét a hajónak, ez majd meglátjuk, hogy mihez lesz éppen kedve a következő epizódban, de folytatjuk mindenképpen a fregatnak a befejezéséhez való utunkat, és remélhetőleg hamarosan a hajóra is tudunk szállni, és tengerre szállni, és keresni új földrészeket. Na jó, köszönöm a figyelmet, lehetek jók, hamarosan érkezem újra, sziasztok!